Sziasztok, Krisztián vagyok, és üdvözlök mindenkit a 2024-es legújabb videómban. És a legendás teherautók a múltból sorozatból elhoztam nektek az első számot, a Rába U26.2-t volt most. Ez a mai nap folyamán jelent meg, 2024. első hó 19-én. 1490 forintos áron tudjátok beszerezni az újságosoknál. Ugye a második számtól már 2990 forint lesz, a harmadik számtól már végig, ugye 80 lapszámos lesz, 6990 forint lesz. Aki előfizet, annak egy ezeressel lesz olcsóbb, 5990 forint. Aki a prémium előfizetést válassza, annak ugyanúgy 6990 forint lesz, de az fog kapni pluszba modelleket. Ezeket a modelleket fogja megkapni, aki prémium előfizetést válasz. A Csepel D710-et, a Csepel D452-est, a Rába 833-ast és a Rába 853-ast, és pluszban még fog kapni még egy szerelvényt és posztereket a modellekről. És most térünk át az újságra. Itt az első lap, itt ugye leírják a Rábának az egész sztoriát. Itt a jobb oldali képen egy volános Rábát láthatunk. Itt ugye sztorizgatnak, hogy hol voltak ezek a Rábák, ugye Volánnál, a Defunnál, a Hungarokamiontól kezdve, ilyen rengeteg kisebb vállalkozásoktól kezdve mindenhol megfordult a Rába. Ugye nagyon, nagyon sok fajta Rába létezett, volt a csőrös, volt platóstól kezdve minden fajta Rába. Tehát utána volt olyan, amit ugye már ilyen kisebb cégek átalakítottak. Ugye itt egy érdekesség látható itt a baloldali képen, itt a zöld man. Ugye láthassátok, hogy tiszta ugyanaz, mint a Rába. Tehát ez ugye man licencre épült, ugye Rába. Tehát a man adta a fülkét, és ugye Rába alváz, Rába motor. Itt a bal oldali képen egy pótkocsis Rábát láthatunk. Nagyon nagy ikonikus modelleket tudunk majd beszerezni ezzel a sorozat segítségével. Itt a plakát, poszter, ezt itt ugye a lapnak a közepén. Ezt majd ki lehet rakni a falra, akár bárhova is ki tudod rakni, be tudod kereszteztetni, hogyha olyan őrült vagy, mint én. Például nagyon szépen leírja azt, hogy milyen részletgazdag amúgy a modell. Kiírő szép ez a tátra is. Az a baj, hogyha ezt kiszakítod, akkor ugye össze kell rakasztanod az egész könyvet. Itt a motorról tanítgattak egy kicsit, meg ugye itt a baloldali képen a salgótarjáni tűzoltóságról van egy kép, ugye Rábájukról, és itt van a daruló is, de ez román dízel. Tehát ez nem magyar Rába, ugye ők is csináltak ugyanilyen fülkével kamionokat. A következő lapszám ez a Csepel D750, ez a satorra tisztítós modell lesz. De most lesük meg a modellt. Itt a modell, és ezt nem sokkal ki fogom bontani. Most térünk át a modellre. Egy első benyomás nagyon szép, és nagyon részletgazdag, tehát ezen a dobozában is benne volt, és nagyon gyönyörűnek tűnt, de egy élőben még szebb. Úgy így elsőre a nézésre, ugye a dobozból is feltűnt az, ami első kritérium, ami nem nagyon tetszik, az a beltér, hogy feketén hagyták. De azon kívül minden gyönyörű szép. Nem is tudom, hogy hol kezdjem a részletek bemutatását, mert annyi pompás és csodálatos részlet van, amit így nem tudom, hogy hol kezdjem. Tehát olyan szép modell, hogy nagyon szép. Erről beszéltem, hogy a beltér az feketén maradt. Szerintem kezdjük el a bal oldalán a modellnek, és így menjünk végkelétől a végig. Kezdjük el itt a fülkén, itt ablak kiosztásoknál. Ugye nagyon szépen meg van csinálva, felül megvan ez a pici rész, és ugyanúgy ott arról is az a kicsi rész, és ugye nem csak egy ilyen kis üveget betettek, és ugye nincs rajta semmi elosztás. Ez is nagyon jól feldobja a modellt. Ugye erre is figyelt a gyártó,
a fülkét nagyon gyűrűen meg tudták valósítani, nagyon szép valóság, hogy a fülke nagyon szépen meg tudták csinálni a gyártó. A fülke után ugye látjátok az alvázra különféle berendezések vannak elhelyezve, amiknek több funkciójuk van, és az is nagyon tetszik nekem, hogy nem csak egy fröccsöntött műanyag rész van megvalósítva, hanem minden egyes jól ugye beragasztva, beillesztve a helyére, és ugyanolyan, mint az eredeti, hogy ugye átlátsz rajtuk, nekem az így nagyon tetszik, és nagyon feldobja is a modellt. Itt a nagy doboz mellett itt látunk egy ilyen hármas dobozt. Az most itt őszintén nem tudom, hogy mi szerepe volt a valóságban, hogy ez lehet valami gép volt, vagy szerszámokat tettek volna be. Sajnos így nem tudom, hogy mi célt funkcionált. Aki tudja, az légy szíves, írja már nekem kommentbe, hogy mi célt funkcionált az a hármas doboz. Ami még nagyon tetszik nekem, ez a felépítmény mellett, ez a, tudjátok, ez a csúszásgátlóval felépített ilyen lemez, és nagyon részlet gazdagon ki van dolgozva, és nagyon szép. Hát a dobozok után, hogyha haladunk így hátrébb, akkor láthatjátok, hogy a game rész található. Ugye ez egy dupla karos rendszer, ahogy elnézem, nagyon szépen kidolgozatra sikerült ez is. Minden egyes apró pici részlet ugye meg van neki valósítva, úgy látom. Ugye nagyon sok közeli képet fogok majd készíteni, hogy lássátok azt a részlet gazdagságot, ami ez a modell képvisel. Ugye, ha gémek alá nézünk a felépítmény alsó részére, ugye itt is megvannak a dobozok, a poroltó, ugye a feliratok. Ezek a feliratok mind a kettő oldalon megtalálhatók, és ugye magyar nyelvű feliratokkal vannak felírva a modellre. Ugye mutatom nektek a modellt hátulról. Ugye itt a hátsó részen is olyan gyönyörű szép dolgokat találunk. Ugye darurésznek ugye van kettő külön lámpája, az is nagyon szépen ugye ki van dolgozva. Ugye itt a daru végén találunk kettő ilyen magasságjelzőt, ezek is nagyon szépen meg vannak festve, ezek sem maradhattak ki a modellből. Ugye hátján is találunk ugye itt egy feliratot, ugye ez a maximális telbírás, és ugye forgó, nem tudom micsoda, hát ugye. Ugye hatósugarát, vagy hogy kanyarodik meg, stb. Ugye így letekintünk, ugye itt a rendszám, és nagyon szépen ki van dolgozva mind a kettő oldalt a lámpák is. Ezek ugye egy ilyen kis műanyag bevonatot kaptak, és szépen le vannak festve. Szerintem ezek is nagyon szépek lettek. Ugye a sárvédő alján vannak ezek a gumianyag, a vízlepergetők. Ezek is meg vannak jelenítve, és ezek is nagyon szépen feldobják a modellt, és ezek sem maradhattak el. Itt a modell hátul, ugye ott, ahol ugye össze lehet akasztani a lerobbant buszt, vagy akár egy kamiont, az is nagyon szépen ugye ki van dolgozva, hogy a vonószemet ugye be lehet rakni, az is nagyon szépen ugye ki van dolgozva, úgyhogy itt a hátul, és szerintem nagyon szépen ki lett dolgozva. De most térjünk át az elejére, hogy menjünk fentről lefele. Fent található kettő darab légkürt és kettő darab villogó. Még plusz itt kettő darab, ha jól tudom, CD antenna található. Nagyon szép kidolgozást kaptak és nagyon gusztusak. Ezek is nagyon szépre sikerültek. Szépek a modell visszapillantói mindkét oldalon, nagyon szépek sikerültek. Hogyha lejjebb megyünk, lejjebb nézünk. Szinte minden magyar szívét megdobogtott ez a... Azt meglátták ezt a nagy ráb felirat, ugye... Ezen a kis hűtírásról látható, hogy a rábafélet és a turbó. Ezek alatt itt láthatjuk ugye a lökhárítóját. Ugye ebbe gyárilag kettő lámpa van beszerelve, és ezek között találjuk a rendszámtáblát. Én úgy érzem, hogy ennek a modellnek a kidolgozottsága nagyon-nagyon szép lett, és én nagyon elégedett vagyok ezzel a modellel. A fülkét leszámítva minden jó, de most ez olyan, hogy az ember fogja, van egy kis szabad ideje, van egy kis festék, van egy kis türelmem, ezt nagyon nagy türelem kell, meg fogja szétszedni a modellt, arról ugye a fülkét kettő darab csavar fogja, az kicsavarja, szépen kiveszi a belteret, szépen kifesti. Vagy ahogy sikerül. És akkor is ránéz a modell, és akkor már akkor is jobban fogja szeretni, mert van benne egy egyediség, mert mindenki fogja átalakítani, és nem mindenkinek lesz festéke, és nem mindenkinek van türelme, illetve ideje, sajnos a mai világban.
Úgyhogy én ezekkel a képkockákkal zárnám ezt a videót. Remélem, hogy tetszett ez a modellbemutatós sorozatom. Szinte mi sorozatnak már tudom hívni. El fogok kezdeni a sorozatot. A legendás terültók a múltból sorozattal fogok kezdeni. Nem mondom azt, hogy mind a 80 számot meg fogom venni, hanem egy ilyen ikonikus példányokat fogok megvenni, mint Csepel, Rába, stb. Volvo, ezeket azokat. Ugye Hungara kamion által nagyon sok modellt fogok így megvásárolni, amik nekem tetszenek, kifa, stb. Ez még a jövő zenéje. Szerintem fogtok több videót látni ebből a témából, a modell témából, úgyhogy ha nem tettétek, még iratkozzatok fel a csatornámra, kövessetek be Instán, mert ott hetekkel, napokkal előbb tudtok értesülni az új videókról. Ha tetszett, hogy lájkoljátok, sziasztok!